25-en meghaltak és 2-en súlyosan megsebesültek Ukrajnában, amikor leszállás közben lezuhant egy kadétokat szállító katonai repülőgép Harkiv megyében, Csugujev város mellett. Hivatalosan a repülési szabályok megsértése miatt folyik nyomozás. Van olyan elképzelés, hogy a baloldali ajtómű leállt, mert a repülő balra térte a pályáról, mondta az ukrán légierő Harkivi egyetemének egyik vezetője. Amint a fekete dobozban található információt sikerül kinyerni, megtudjuk, mi történt, és elmondjuk önöknek. A hajtómű leállást Harkiv megye közigazgatási vezetője is megerősítette, ugyanakkor hozzátette, egy tapasztalt pilótának ez nem feltétlenül okozott volna gondot. Egy volt katonai főügyészre hivatkozva olyan változat is megjelent az ukrán sajtóban, hogy a legénység tévedésből a repülőtér leszálló pályája helyett a Harkiv és Kijev közti főútra akart leszállni. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy szombaton a baleset helyszínére utazik.